Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen újdonságok érkeztek hozzám tesztelésre az elmúlt hetekben. Az előző hasonló videóm alatt gyakorlatilag megszavaztátok, hogy legyen még ilyen videó, mert nagyon szeretitek. Én ennek nagyon örülök, mert én is szeretem őket. Ráadásul a mai videóval lesz egy nyereményjáték is, ugyanis azok közül a termékek közül, amiket tesztelésre kaptam, kiválogattam néhányat, ezekből összeállítok egy ajándékcsomagot, és ezt majd egy valaki megnyerheti, de erről majd egy kicsit később, most nézzük az újdonságokat. Az első csomagom az a Niveától érkezett, és ebben a legújabb kézkrémjeik vannak, ránszalanító és öregségi foltok elleni kézkrém, gyorsan felszívódó formula tengeri ásványokkal, intenzíven tápláló kézkrém mandulaolajjal, ellenállhatatlan puhaságot biztosító kézkrém seavajjal, ez pedig az extra száraz kezekre való dexpantenollal, és akkor mondjuk ezek közül is kiválasztok egyet a nyereményjátékhoz, legyen mondjuk ez a mandulaolajas. A The Body Shop-tól is kaptam két terméket, az egyik az a British Rose Petals of Gel Toner, ami tulajdonképpen egy géles állagú tonik, talán ti is láthatjátok még így a videón keresztül is, hogy ebben ilyen rózsaszírom darabkák úszkálnak. Én nagyon szeretem egyébként a British Rose termékcsaládot, mert isteni finom rózsaillatuk van. Ezt már kipróbáltam 2-3 alkalommal, és igazából nagyon érdekes ez a géles textúra, de nekem nagyon bejött. Azt írja, hogy gyengéden eltávolítja a smink maradványokat, tisztít, hidratálja a bőrt, és nagyon puha és ragyogó lesz utána a bőrünk. A másik termék, amit kaptam, az a Japanese Matcha Pollution Clearing Mask, vagyis ez egy olyan maszk, ami megtisztítja az arcbőrt a szennyeződésektől, és hogyha jól értelmeztem, ez nem csak egy arcmaszk, hanem egy arcradír is, ugyanis úgy kell használni, hogy egy vékony rétegben felviszed a bőrödre, rajta hagyod 5-10 percen keresztül, majd meleg vízzel, körkörös mozdulatokkal átradírozod vele a bőrödet, és valóban lehet benne egyébként látni ilyen picike kis barnás szemcséket, de egyébként ilyen nagyon szép zöld színe van. Ezt még nem próbáltam ki, de mindenféleképpen tesztelni fogom. A Labellotól is érkezett egy csomagom, amiben 2 darab Labellino ajakápoló volt. Hát gondolom nem nagyon kell ecsetelgetnem, hogy ezek melyik ajakápolóra hasonlítanak. Ez a kék, ez a mentás verzió, a másik pedig valamilyen gyümölcsös, talán málnás, hogyha jól emlékszem, ez is menni fog a nyereményjátékba. Ezt már egyébként kipróbáltam, nem egy rossz ajakápoló, de nekem így a hidegebb hónapokban kevés lesz, mert hogy nekem ősszel és télen nagyon-nagyon kiszoktak száradni az ajkaim, szóval olyankor valami masszívabb ajakápolóra van szükségem. Érkezett hozzám egy parfüm is, mégpedig a Twilly de Hermes, aminek volt egy sajtóeseménye is, de arra sajnos nem tudtam elmenni, és a szervezők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a parfümöt, hogy kipróbálhassam. Ez egy nagyon fiatalos, friss, játékos, virágos illat. A főbb illatjegyei a gyömbér, a tubarózsa és a szandálfa. Az az igazság, hogy ez nem feltétlenül olyan típusú illat, mint amiket én általában választani szoktam magamnak, szóval egy kicsit még barátkoznom kell vele, de hogyha valaki szereti az előbb felsorolt illatjegyeket, akkor érdemes ezt megszagolnia. És ha már parfümről volt szó, itt van még egy, ami az Avontól érkezett, pontosabban ez nem is egy, hanem kettő, mert hogy ez az Eve Duet nevű illatpáros. Az egyik fel a Radiant, a frissítő mandarin és az édes almavirág keveredik a jázmin mennyei illatával, amit a vízilílium és a fásakkordok koronáznak meg, létrehozva egy könnyed és ragyogó illatot, a másik fele pedig a Sensual, az édeskés vadszilva, a karakteres rózsabors és az éjjeli jázmin kombinációja, a vízirilom és a pacsuli aromáival társulva alkot egy varázslatos illat kompozíciót, hát én ezt nem tudtam volna ilyen szépen elmondani. Nézzük akkor meg, hogy milyenek ezek az illatok. Hát ez a lila fele, ez annyira nem jön be nekem, de hát a másik. Mindkettő nagyon, nagyon érdekes illat, na ezeket ki kell majd próbálni, hogy a bőrömön milyenek, most így első szaglásra picit idegennek érzem őket. Az Avontól érkezett egy másik csomagom is, aminek eléggé különleges az apropója, ugyanis egy speciális minkszettet állítottak össze Lengyel Zsófi látássérült, válogatott parasportoló és kommunikációs szakember segítségével és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének támogatásával. A szett olyan népszerű Avon termékeket tartalmaz, melyek a látássérült hölgyek számára is egyszerűen használhatóak. Ebben van egyrészt egy Avon True Color Luminous Blush, vagyis ez egy ilyen ragyogást adó pirosító, ez a Warm Flush árnyalat, ami egy ilyen nagyon szép barackos szín, és úgy látom, hogy aranyszínű csillámok vannak benne. Van itt még egy
Avon Mark Glossy Tube szájfény, ez a Watermelon Pop árnyalat. Itt van az Avon True Color Super Extend hosszabbító szempillaspirál. Ezen kívül egy Avon Mark Big Color Shadow Stick, vagyis ez egy ilyen szemfesték ceruza tulajdonképpen a vanilla árnyalatban. Végül pedig egy Avon True Color Combing Effects Foundation, ez pedig az Ivory árnyalat. Az Essence-től is kaptam néhány újdonságot, egészen pontosan 4-et, de ebből 3-at a nyereményjáték ajándékcsomagába fogok tenni, mert hogy ezek nem igazán az én színeim. Itt van ez az Essence Brushed Metals körömlak a 05-ös I'm Cool With It árnyalatban. Ez egy ilyen kékes, lilás, zöldes, csillámos, egészen különleges körömlak, tehát ez megy a nyereményjátékba. Ahogyan ez az Essence Metal Shock Lip Paint is, ez a 03-as Lily of the Valley árnyalat, elég brutális pink. És ez az Essence Metal Shock krémes szemfesték is a nyereményjáték része lesz, ez a 04-es Supernova árnyalat, ami egy ilyen szürkés zöldes csillámos szín. És a negyedik termék, ami jött az Essence-től, és amit már kipróbáltam, ez az Instant Volume Boost szempillaspirál, aminek nagyon érdekes keféje van, és amikor először megláttam, nem is akartam kipróbálni, mert hogy ilyen elég nagy szünet van a sörték között, és attól féltem, hogy ez össze fogja csomósítani a pillákat, meg összetapasztja őket. De szerencsére nem ez történt, mert hogy kipróbáltam, és nagyon-nagyon szép szempillákat csinál, szépen dúsítja és íveli őket, viszont kettő gondom van vele. Az egyik az, hogy baromira összekentem a szemhéjamat ezzel a kefével. Mondjuk én mindig összekenem magam szempillaspirálozás közben, de ezzel nagyon-nagyon összekentem a szemhéjamat. A másik problémám pedig az, hogy néhány óra után elkenődött rajtam, ami csak azért gáz, mert rá van írva, hogy smudge proof, vagyis hogy nem kenődik, rajtam viszont elkenődött. Úgyhogy így az első tapasztalataim ebből a szempontból nem túl jók vele, pedig egyébként a hatása nagyon-nagyon tetszik. A Max Factortól is kaptam egy csomagot, amiben ez a Healthy Skin Harmony alapozó volt az 50-es Natural árnyalatban, ami sajnos úgy nézem, hogy szinte biztos, hogy sötét lesz nekem, de lehet, hogy kipróbálom majd ilyen alapozó világosítóval. Ez azt írja, hogy vitaminokkal és 20-as fényvédővel dúsított alapozó, ami megvédi a bőrödet a környezet káros hatásaitól, 24 órán át hidratál és matt eredményt biztosít. Ezeket a termékeket a Catrice-től kaptam, és ebben nagyon-nagyon izgi dolgok vannak. Például ez a szilikon makeup blender. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne magyarra lefordítani. Ez az a kis smink izé, amivel alapozót lehetne felvinni a bőrödre. Szerintem külföldi videósoknál találkoztatok már hasonló termékekkel. Szerintem kevés ennél bizarabb dolog létezik a világon, és én biztos, hogy nem fogok ezzel alapozót felvinni az arcomra. Ezt ki találta ki, meg miért találta ki, hogy ezzel kenjen föl alapozót az arcára, de én ezt egyszerűen nem tudom hova tenni. Nagy kedvencem ebből a csomagból az Aqua Fresh, mint a fogkrém, úristen, ez most esett így le nekem. Szóval ez az Aqua Fresh Highlighting Eyeshadow, ami tulajdonképpen egy ilyen krémes szemfesték, de nem igazán krémes, mert hogy az állaga kicsit ilyen pudingszerű, tényleg nem tudom máshoz hasonlítani, de nagyon-nagyon szép fénye van és gyönyörű színe. Láthatjátok, hogy egy ilyen barackos árnyalat. Azon kívül, hogy gyönyörű színe van, az a szuper benne, hogyha felviszed a szemhéjadra, és úgymond megkötött, akkor nagyon-nagyon tartós. Ez egyébként a 020-as Luminous Sensation árnyalat. Kaptam 3 ajakterméket is a Catrice-től. Az egyik ez a Volumizing Lip Balm, ami tulajdonképpen egy ajakápoló. Ne tévesszem meg titeket, hogy úgy néz ki, mint egy rúzs, mert hogy nincsen színe. Viszont már kipróbáltam, és nagyon jól hidratálja az ajkakat, úgyhogy ez bejött nekem. Aztán itt van még ez az Ultimate Matte ajakrúzs a 020-as From Rose With Love árnyalatban, bogyós gyümis szín. Imádom az ilyen színeket, tehát hogy ezekért én élek halok, és ez valóban egy matt ajakrúzs, viszont nagyon kellemes a textúrája, tehát egyáltalán nem szárít. Végül itt van még ez a Catrice Liquid Lip Powder ultramatt ajakkence, aminek szintén gyönyörű színe van, bár ez inkább egy ilyen sötét pink árnyalat. Itt van a szélén. Ez, hogyha megszárad, akkor valóban teljesen matt és nagyon-nagyon tartós. Ezt még az ajkakon nem próbáltam ki, csak így szvacsolva, de tényleg teljesen mattra szárad,
és alig bírtam utána lemosni nedves törlőkendővel. Ez egyébként a 090-es Spotidon Pink Arrest árnyalat. Volt még a csomagban egy Catrice Glamondol False Lashes szempilla spirál vízálló változatban. Én ebből a nem vízálló változatot próbáltam, és azt nagyon-nagyon szerettem, viszont mivel most nincs szükségem vízálló szempilla spirálra, így ez is megy az ajándékcsomagba. Ahogyan ez a Catrice Matte & Glow kis szemöldök szett, amit természetesen akár szemfestékként is lehet használni. Van benne egy matt barna szín, egy fényes, vagy inkább csillámos barna szín, illetve egy waxos termék, valamint egy kétvégű mini ecset. Ez is megy a nyereményjátékba. Itt van még két darab Catrice lak, az egyik az a Power Volume 3D Top Coat, ami extra fényes, géllak hatású finisht ígér, a másik pedig az Iconails vagy Iconails körömlakkoknak most van egy ilyen új kollekciója, a Brown Collection, abból ez a 02-es Sophisticated Vogue árnyalat, ami egy gyönyörűséges, inkább hidegebb tónusú bronzos szín, és egyébként ezeknek a körömlakkoknak így le lehet venni a kupakját, és akkor így azért szerintem könnyebben lehet velük lakkozni. A Maybelline-től is kaptam egy szuper smink csomagot, amitől nagyon-nagyon izgatott lettem, mert hogy ezeket a termékeket csak nem régen láttam felbukkanni külföldi videósoknál is, és tök durva, hogy már itt vannak nálunk, vagyis úgy tudom, hogy boltban még nem lehet kapni őket, sajnos arról nem kaptam pontos infót, hogy mikor lesznek a boltokban, de nagyon bízom benne, hogy glamour napokkor már lehet majd kapni ezeket a termékeket. Az a helyzet, hogy ezekkel akartam csinálni egy első benyomásos smink videót, sőt el is kezdtem felvenni, de sajnos az alapozó, meg a púder, meg a szemöldök ceruza, amit kaptam, mindegyik túl sötét volt, és egyszerűen így elment a kedvem attól, hogy megcsináljam a sminkemet, mert annyira elütött a bőrömtől az alapozó, meg a szemöldököm is túl sötét lett, hogy úgy voltam vele, hogy én ebből nem tudok szép sminket kihozni. Ennek ellenére a termékek többségét már kipróbáltam, szóval azért tudok mondani róluk egy-két szót. Az első az a Superstay 24 órás alapozó, ez a 21-es nude beige árnyalat, ami mondtam, ez sajnos sötét nekem. Azt írja, hogy ez egy tartósan és erősen fedő alapozó. Nem mondom őszintén, hogy jó a fedése, de én inkább közepes fedésnek mondanám, viszont nagyon-nagyon tetszett a finish ennek az alapozónak, inkább matnak mondanám. Nagyon tetszett a bőrömön, viszont azt hiszem venni fogok belőle egy világosabb árnyalatot, mert ez a 21-es nude beige, ez tényleg nagyon sötét nekem sajnos. Ahogyan ez a Superstay púder is a 10-es Ivory árnyalatban, ez egy hosszantartó, mattító, kompakt púder, így néz ki, van hozzá egy ilyen kis szivacs is. Aztán itt van ez a Tattoo Brow, amit nem próbáltam ki, mert gyanítom, hogy ez is sötét lenne nekem sajnos, de ennek az a lényege, hogy felkened a szemöldökre, rajta hagyod 20 percig, utána lehúzod, és elvileg ez 3 napig gyakorlatilag a helyén marad. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy működik, de hát miután a másik szemöldök termék, amit kaptam, sötét lett, elment a kedvem attól, hogy ezzel kísérletezgessek. És ez volt egyébként a másik szemöldök termék, amit kaptam, ez a Brow Precise Micro Pencil szemöldök ceruza, ez a Deep Brown árnyalat, ennek az egyik végén egy ilyen nagyon-nagyon vékony kis szemöldök ceruza van, a másik végén pedig egy ilyen kis kefe. Maga a termék egyébként nagyon tetszik nekem, csak azt vettem észre, hogy baromi gyorsan fogy, szóval nem feltétlenül gazdaságos. Itt van még ez a Master Prime smink alap, ez a fakóság elleni verzió, de összesen 4 változatban lesz kapható, és hogyha jól emlékszem, ez csak és kizárólag a Rossmann üzletekben lesz. Ez egy viszonylag híg, folyósabb primer, nem annyira szilikonos, mint általában sok másik primer, de valóban nagyon szép ragyogóvá teszi a bőrt, úgyhogy akinek fakóbb a bőre, főleg így a hidegebb hónapokban, annak érdemes ezt kipróbálnia. És amit szerintem nagyon-nagyon sokan vártak, ez a The Burgundy Bar paletta, ami, úristen, annyira gyönyörű színei vannak, igazi őszi színek, bordók, bronzos árnyalatok, ebben főleg csillámos és fényes színek vannak, egyedül ez a két szín itt az oldalán, ami matt. Vegyes érzéseim vannak ezzel a palettával kapcsolatban, mert hogy az ujjammal szvacsolva nagyon-nagyon pigmentáltak, viszont hogyha ecsettel viszem fel őket, akkor az ecset már nem veszi fel annyira jól. A textúrák is nagyon vegyesek, van, aminek már-már szinte krémes a textúrája, viszont vannak olyanok is, amik nagyon-nagyon lazák és nagyon-nagyon potyognak, sminkeléskor ide lehullik a szem alá. Azért mutatok nektek néhány
swatchot, mert hogy ezek a színek egyszerűen tényleg gyönyörűségesek, és szerintem tényleg egy nagyon-nagyon jól pigmentált paletta. Szóval, hogy szerintem azért ez így eléggé wow. Egyébként most is ezzel készítettem a szemsminkemet, és szerintem fogok még egy kicsit kísérletezgetni vele, aztán valószínűleg írok majd erről egy bejegyzést a blogon. Van itt még két ajaktermék is a Maybelline-től, ez a Superstay Matte Ink, ez a 05-ös Loyalist árnyalat, ez pedig a 20-as Pioneer. Erről néztem interneten swatchokat, és ez nem igazán az én színem, úgyhogy ez is megy a nyereményjátékba. Viszont megmutatom ezt a 20-as Pioneert, mert hogy ez egyszerűen... Ez valami csodálatos ez a szín, de komolyan. Én egyszerűen imádom ezeket a hideg tónusú pirosokat, mert hogy ettől a fogak is optikailag egy picit fehérebbnek tűnnek. Ezt még nem próbáltam, viszont láttam már több videósnál is, és gyakorlatilag mindenki imádta, úgyhogy tuti, hogy ezt ki fogom próbálni, csak hát nem tudom, hogy mikor fogok tudni hordani egy ennyire brutális szín. Az utolsó csomagom az a Cevától jött, amiben eléggé random dolgok vannak, majd mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok. Igazából az újdonságok, amiket elküldtek nekem, azok ezek a Ceva Fresh to Go kis frissítő, tisztító kendők, ez kézre való, ez pedig arcra és kézre is. És a csomagban kaptam még egy ilyen kis homokozó játékot, amit hát szerintem, ha most Lili meglátna, akkor valószínűleg teljesen megőrülne, úgyhogy ezt oda fogom majd adni neki. Aztán volt még benne egy kávétermosz is, illetve egy csomag gyurma. Elmondom őszintén, hogy nem igazán értettem, hogy miért küldtek gyurmát, meg homokozó játékot, de aztán a csomaghoz tartozó levélből kiderült, hogy azért, hogy minél több különböző helyzetben tudjam tesztelni ezt a kis tisztítókendőt, ami egyébként szerintem több praktikus, mert csak bedobom a táskába, illetve hát én majd szerintem a babakocsiban fogok ebből tartani, és szükség esetén csak előkapom és letörlöm vele Lili kezét. Ezek lettek volna azok a termékek, amikről szerettem volna beszélni nektek. Hogyha szeretnétek jelentkezni a nyereményjátékra, akkor kérlek, hogy olvassátok el a videó alatti leírást, mivel ott lesznek a jelentkezéssel kapcsolatos információk. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek Facebookon és Instagramon is, az elérhetőségeimet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!